Konnichiwa mindenkinek, itt újra ezt után. Megtartom ezen a hetedik jelírás kihívást. Na így. Úgyhogy most jöhet a Justice for All második része. Ez majd jön később, de most ez jön. Úgyhogy... újra jöhet a japán tiltakozás. Összesen úgy, mivel 6 részből áll, ez 4 oldal kell helyesen megválaszol. Egy autóbaleset. Majd a két nő közül csak egy él. Vádott megint Maya Fey. Tehát másodszor kell védeni Maya Fey, de ezúttal csak is őt. Amiatt a gyilkosság miatt Maya Fey-t, vagyis egy gyilkosság miatt Maya Fey-t vádolják, és Maya Fey-t már saját magát hibáztatja. De azt nem sejti, hogy összeesküvés volt emögött. Hogy kezdődött ez? Ez egy nővér miatt jött ide, aki 15 vagy 14 páciens ölt meg helytelen kezelésért. Őt vádolják, hogy állandóan választotta a nővért. Csak hogy nem igaz, amit állítanak róla. Emiatt a hiba miatt senki nem akar a kórházába menni. És azzal is vádolják, hogy ő okozta az autóbalesetet. Törölni akarja a váda, magát a vádak alól azzal, hogy egy érdekes okból. Az lenne a szándéka, hogy elmegy Kurai bűnösbe meglátogatni Maya Fey-t. Mert tudja, hogy ő egy médium. Még nem bizony tudott róla. Persze azt nem sejti, hogy csapda áll mögött. Azt mondja, hogy a médium. Minimumot akar megkérni arra, hogy idézze meg Mimi Mágyi szellemét.
és azzal a feltétel akarta megtenni, hogy én is menjek el velem Kurány Village-re. Igen, nem látom a elfét. De hát még az az elkező, az első ügy. A Justice for All-ban. Elrohant. Mája fej. Szóval nem engedi, hogy akármikor megállhasson ezen a helyen. Médium kérdésségnél. De több okó is. A mai idézés. Már erősebb lett a médiumi képessége mostanában. Kurány Village. A médiumok csak nők. De itt tréningelnek a médiumok. A lány az előbb. Az unokatestvére Pearl Fae. Szóval, tehát úgy jár, ahogy a jelirácsban lát. Az a majd törvény a nevét. Itt edzés mindenkor. Kapom most egy térképet. A mai idézés. Az olyan szándéka, hogy kérjen egy... Írjon egy bocsánatkérő levelet, hogy... A hazugságairól. Hogy törölje magát. Nevét ő. De azt nem sejti, hogy összeesküvés folyik itt. Mája.
az idézőkamra. Morgan Fay. Maya, vagyis Pearl Fay anyja és Maya Fay gonosz nagyon. Nagy négy. Azt akarja, hogy misztikus Mayának hívjam. Dühíti, hogyha nem hívom úgy. De a tekintetéből látható, hogy gonosz. És a Fay család leggonoszabb tagja. És végül ez a kamra. Ja, igen, és ettől a naptól kezdve már szájlók kitások is lesznek. Megmondta neki, hogy megkülön, hogyha egy Jones alkot lát. És engem annak tart. Vissza. Lotta Hart. Meditációs szóval jön.
most már meg akar valósítani, mint a Radium szembomba rá akar tenni. Nála van a kulcs, azonban, hogy bezárja az ajtót. Beutának nem tetszik az, hogy nem akar bejutni. Hát ez nagyon jó. Fentés volt neki. Lövés. Két lövés. Akkor törjük be az ajtót. Greytonen meghalt. Úristen! Két fotót. Szóval már két fotót csinál. Követelj, hogy hívjam a rendőrséget. Szárnyosan ki akar küldeni minket, vagy se a gondolatot akarja végrehajtani. Másnap. Mit vettél észre? Azt mondom, hogy általában meggyilkolták. Dr. Gray. Vissza a meditációs szumába. Nem akarok, hogy zavarjam már a fejét, mert állítólag hogy nincs jó állapotban. Gumshooter-et is megérkezett. Ez a val, hogy miért átnézem mindenféle bizonyítékot. Vissza a Kuran Village-be.
Van mi ötlet? Van titkos, nem akarnál, szerintem elmondani. A két fotót... Összeszed és most elrohan. Ez van biztosan... bizonyára. Beletartóztatja Maya Fey-t, mivel ő lett a vádló. Szóval így lett vádló. Halál oka. Hát a halál oka az, hogy lesz először le lett szúrva, aztán le is lett lőve. Ja igen, ma majd mondtam, elfelejtettem mondani, csak három férfi van, lett több szerbő itt. Most tudod, hogy gyilkosság történt. Folyton azt mondja, hogy folyton lájkozik. A fiziológiát tanul. Pedig nem olyan, nem az, aki majd mondja magát. Hát egyre az is állja, hogy itt alul. Az áldozat. Ismerte az áldozatot. Valamiben van egy szarvat ő. Ez dogadja, hogy ismerte volna. Ő
Fölfej megint. Kulcs van nála. De valahogy beszélni kell vele. De most nem lehet. Hát most itt jöjjek pihenni. Tehát már letartóztatták már. Saját magát hibáztatja a gyilkosságért. Abszolút semmit nem tud arról, hogy összeesküdtek ellene. Azt gondolja, hogy nem tudta irányítani az ellent, akit meg akart idézni. Aztán hirtelen álma volt. Furcsa álma. Az ügyvédség nem szélesen vállalná, mert azt gondolja, hogy gyilkos. Igen, álma volt. Ne így vállalnál az ügyvédséget, mert te nagyon azt gondolja, hogy veszíteni fog. Hagyd abban a magad hibáztatást. Csak higgadj le. Nem fog majd, hogy egy ügyész túljájon. Ez önmagát a mája, azt adja oda majd nekem.
Itt az újság. Ezt magammal kell vinnem. Sajnálom, nincs én bőbe kárgálom. Itt az időn nyomoz. Megint beszél Morgan Freeje. Már megint idős vagy, nem már átmondtam. Mi történt? És mindenféle hasznosságokat fog mondani. Hogy ő által gondolta őt. És hogy ő vett... ki belőle a szellemet. Csak hogy ez nem igaz. Mert ez össze... Ő a legféltettebb kincse. Ő nem engedi szabadon. Mert örül, hogyha mindig itt van. Még hasonló képessége van, mint Maya Fey-nek. Őszintén, őt lánna szívesen, de a mesteri poszton. A gond csak az. Maya Fey áll ennek az útjában. Ez a fali rajz. Abban van érdekesség. Ott van egy lyuk. Ez egy fontos bizonyíték. 20 cm hosszú. Csak gondolkozz. Most kell oda menni, vagy nem? Igen, kell, mert te... Pörmé nem jelenik meg.
még itt összekever valakivel. Várjatok egy kicsit. Jó, most akkor megyünk vissza. Várjunk csak. Hát már valamit. Biztos, hogy gyerekek itt valami. Mert valami be van szar. Vagy bizony szóval kell bírni. Na most jelenik meg. Mindig nála van a kulcs. Oké. Meg kell hozatni már a gátamát. Amit neki kéne odaadnom. Elsírja magát Maya miatt. Ami Mayával történt. Jelenik, hát állj be a pályának. Maya pályának tart. Még most már hajlandó szobba állj be. És úgy kell hajlandóak sétálni rajta. Lesz az tőn. Persze sok mindent titokban csinál. Ugye a médium Maya Fey. Nagyon kedveli Maya anyjával ellentétben. És ugyanúgy képes megidézni Miát, mint Maya.
Szóval anya mondta, hogy ha valami gyorsat lát, akkor fusson el. A kulcs a kezedben. Ő találta. Elfogadni. Nincs erre szüksége. De tudja, mire ne használni. Ennek segítsége most már szájlokokat tudok nyitni. Én majd ő fogja megmutatni, hogy kell. Hoppá. Nézd meg, mi a jeleket. Hát, elég a szíre van, az biztos. Megpróbál megtörni földre, de a fegyverét megmutatná, de ez nem szép dolog. Maja bűne. Szerintem egy csekély az esélyben tudnám védeni őt. Lagatának van egy bizonyíték a kezében, hogy kettő. Már rájött valamire, de nem akar elmondani, mi az. Áldozat. Valamire emlékszik, csak nem teszi be jelenleg. Tehát mutatnunk kell neki valamit. Mikor azt az újságot. Már emlékszik erre. Mert hogy 14 helyten kezelés miatt, amit egy nővér okozott meg volt, annyi pácient. És emiatt ad egy másik bizonyítékot is. Az autóba esetről. Holnapi peren, sajnos van egy rossz hír. Fogalma lesz az ügyész. Akire már legyőztem egyszer. De egész pontosan az utódja fog, utódjával kell felvennem a tudásomat. Tehát az tehát Francisca von Kálmával, az az ügyész ribanca. Nem csak olyan nyilkos, mint Marcel, de erőszakosabb, mint ő. És hihetetlenül szigorú. Az utód. Az ügyész pályáját 13 évesen kezdte Németországban, de ilyen esetben talán Amerikában. És sosem vesztett fel már 5 éve. Ez a legdúszányolottan más egy sorokkal.
Tehát az éjszakével fel kell vennem a tudásomat, az rosszabb, mint más egyről. De most egy panaszos, mert minden ügyészt úgy gondol, hogy mindig egy csak a győzelem hagyja. Side room. Itt az idő feltárni a titkot. Figyeljétek! Szájloktítás! Szájlok, amit csak én látok. Tehát megfelelő bizonyítékot kell feltárni, hogy megkissam. De ezt, azt a szállókot csak én látom, hogy akinek a kezében van a Maja Magatemája. Akkor nyissuk ki ezt az állat. De óvatosnak kell lenni, mert hogyha rossz választ adok, az szopás. Ez olyan szopás, mint a tagadja, hogy ismeri az áldozatot. De most bizonyítékot kell feltárnom, hogy ismeri. Ha később azt meg ez. Az autóba esett. Hát most egy terület miatt, ami már emögött az emészet. Szexful. Hát most már kénytelen le van mindent. Tehát a testvére volt Mimi Mine. Az állította, hogy Mimi Mine-t sérjetlen dolgozhatta a főnöke. És fácsájában autóval sem összeveredett. Ő okozta a helytelen kezelést. Tehát így működik a szám. Ez könnyű volt megnyitni. De jönnek ma nehezebb egy kis, hanem nehezebb az ötös szállók. Akkor most, nem csak be kell menni a büntetőszerbe. Yeah.
megidéz. És már újra láthatjuk. Igen, ő volt a mentora, viszont az Red White megölte. És ezzel Maya-t vádolták meg később meg egy. Mindent el kell mondani ki, hogy miért már vádlottál. Hát látja, hogy van a kezdeni bizonyíték, amivel az esetben végig. A nem bűnös ítélet. Hát mindenkivel most jól van, ha nehéz helyzetben talál magamat. Hogy miért lenne nem bűnös? Azért, mert egy médiumnak nem lehetnek álmai. Mert képtelen rá. Ami azt jelenti, hogy nyilván összeesküdtek ellene. Tehát a gyilkosság tökéletesen kitervelt. Bizonyíti? De hogy tudnál bizonyítani? Hát egy van biztosan fogja. Ez adja meg a választ arra, hogy mi történt. De nem lesz könnyű dolgom. Három szájlok. Elfelejtette, hogy csak ő láthat. Tehát már el kell tenni kérdés, hogy mit tisz. Valaki bizony vádolhat. Folytatjuk. Egyetemben nincs mentés, mindig megyünk tovább. Igen. Tehát az ügyésznővel kell felvenni a tudásunk. Most is rossz az emlékel róla. A lánya is bizonyára hasonlóan kegyetlen. De nem annyira, mint ő. Pörfés is megérkezett. Aggódott érte. De nem az anyjával jött ő. Tehát egyedül jött ide. Ő
Szóval Voldán a térkép is azt követte. De nem gyalogolt, hanem futott. De 2 óra vonattal idején. Mi az a vonattal? Mi az a vonat? Kérdezi, mi az a vonat? Ez bulacságos. Azért futott, mert nem tudta, mi az a vonat. Biztos abban, de hogy Master is kedvesebb lenne. Iriai! Azt akarja felejtsen Master is nevét. Mert azt hiszi, hogy halott. Akkor most már ide az idő elkezdeni. 10 óra. Phoenix Falcon a Francisco Car. Igen, de a védelem készen áll. Viszont sokkal, hogy egy nővel áll szemben. Francisca von Karma, a csodaügyész. Ide jött, hogy bosszút álljon. De azt gondolja, hogy az apja miatt. Igen, ő mindenkit leostoroz és leostobáz. Jó! Hogy ez milyen ribanc. Akármikor használja. Tehát fájdalmas per lesz, ez biztos. Kamsu direktívvel kezd. Azt állítja, hogy javasolja, hogy vállaljam az. Hogy önvédelemről. Volt emögött az egész mögött, hogy azt vállalja. 10 percet ad arra. De az azt jelenteni, hogy akkor ismeri, hogy egy gyilkosság történt, de nem szándékosan követett. De az a rossz szó sem lehet. Köszönjük Kánsú detektívbe. Itt állandóan a stróztam. Igen, a detektív is nagyon szigorúan már. Tehát a büdélyeszínje itt van. Itt volt a gyilkos, itt az áldozat.
Szóval amikor meghallották a lövést, akkor itt be, itt történt be a szemtanú. Tehát én is lotta. Tehát... Hoha, okos. Itt a módszás jelentés. Lassul le folyton! Azt nézzük! Mata! Igen, lövei! Igen, nő, ilyen nő japán tiltakozás. Hoppa, hoppa. Még egyszer ennél. Egy, kettő, három. Mata! Mata! Ja, igen, és azt látják, hogy ajtók az áldozat és a gyilkos volt. És az ajtó zárva volt. Tehát előtték, de előtte még le is szúrták. Tehát így megvan a fegyver, amin ajtó van, de már úgy lehet, hogy a kési üssen is. Most azt akarná, hogy vállaljam az önvédelmet. Hát a válasz egyértelmű. Arra nem lehet szó, hogy önvédelmet választom, választom úgy felmentem.
mert ha ön válaszol védelmete, akkor elismerem a gyilkosságot. Már pedig ezt nem hagyhatom. Semmilyen körülmények között. Nincs változatás. A fejment is az értem válasz. Mégis hogy képzeled ezt, hogy csak úgy hallok nyerni fel? Jöhet a második valomások. Azt mondtam, hogy mindenkit leostoroz. De más bizonyíték is van. Az a véres ruha, amit ráadtak. Miközben leszólt őt. Az áldozat nem támadott vissza állítólag. Tehát ebben van elmondás. Tehát ezt kell majd felhasználni. Tehát a harmadik. 2, 3. Mata! Press harder. Tehát hát ugye van valami, amit nem említenék még. Van itt egy kis gond ezzel a bizonyítékon. Meg kell mutatom, hogy ez hol van. Igazán itt. Tehát van egy lyuk a ruhájában. Tehát állítok Kárőt, az áldozat. Na ezt kellett ide, viszont tiltakozhassak. De biztosan tud valamit. Na most mutathatok bizonyítékot. Mi az ezt? Iriai! Azt állította, hogy
Az volt, nem tudom. Csak hogy ez nem igaz. Ugyanis ott visszatámadott. Mert ott volt az a lyuk. Tehát az áldozat... Csak hogy van elmondás abban, amit mondtam. Hogyha önvédelmről lenne szó, akkor mi talán könnyebben megúszhatta volna, de el... De elhasztottam, de hát mire hogyan fel... Amíg azt is tettem volna. Az se. Most azt akarja konkrétabban most. Adó a támadás. Szép, hogy nem ők kavalmásával megelégedve. Az, azt látja, hogy azért töltődik, mint az a lövés, mert megtanulta az áldozatot a gyilkos. Igen, 2, 3. Igen, ez a 4. Csak hogy egy gond van ami a szobában. Úgyhogy még egyszer meg kell mutatnom ezt. Ilyen! Csak a bizonyítékban az a gond, hogy hiányzik valami. Méghozzá a puskapor ég is. Hogy ez miért nincs rajta? Biztosan azt akarja megemlíteni, hogy... Hogy amikor leszúrta, akkor bizonyára nem számolt vele, hogy... Az állatot meg akarja támadni. Hmm.
valamit nem érthető. Mutatom ki a viszonyítékot. Arra a lyukkal kapcsolom, és az ez. Az meg rajta van az a puskapolég is. Igen, 20 cm. Meg kell mutatnom, hogy hol lehetett a gyilkos. A lyuk pedig itt van. És meg kell mutatnom, hogy jól található. Tehát a pontot, ahol itt kell észre. De nem biztos, hogy elfogadja, mert te... Még akkor is, hogyha itt van. Hát csak így. Ezen a ponton kell ezt mit legyen. Ha gyilkos lenne, akkor... Vagyis, ha ötette volna, akkor bizonyára... Már nem támadott volna úgy. Ez minden megváltozta. Hát most elismeri, hogy ugye elég okos vagyok. Hogy az apjának még volt gondja velem. Most már hajlandó a következő tanút hívni. De a detektívre nagyon dühös. Még neki áll följebb panaszkodni, hogy csak hogy mehetem elront. Hogy meg mindent elrontani. Nem az ő hibája volt. Nem akarja felfogni, hogy a tökéletes szó nem létezik fogalom. Becsületesítés nem lehet, nem foglalkozik ezzel. Most 5 percenetet fogad. Okay.
van a korfajta s***. Már megvan a két. Egy harmad. Hát lenyűgözte a teljesítményét. Én nem hagytam magam. Már emlékszik mi a fej nevére. Körülös képes még idézni őt, ha akar. Most Lottahart lesz a következő. Engedetlen cége miatt most megkapja az ostó csapást. És az pedig, hogy adja, hogy leostolunk. Messze. Még a nevét sem mondta. Na, ördög ilyen néz rá. Első valmás. Hát ez most gázos fel lesz. Ennél valmásra nagyon le fog égni Vivisright. Most van egy fotó. Látható, hogy pisztoly van kezében. Összes streetmindre el kell menni. Mata! Hát szóval nem véletlenül tiltakozik, mert tudja, hogy én tanulja voltam ennek az egész esetnek. Így sajnos nem tudom letagadni, amit... Mata! Ez is leégés számon. Mert igen, én töltem be az ajtót. Én szerint tanulja lehettem. Tata! Mata! Tudjátok, van az át. Emlékezteti, amikor ott voltak benne.
És látták, hogy nézek ki. Mata! Most megkérdezi, hogy a fal rossz mögött benézette. Nem állok senkit. Felejtje meg. Sajnos ezzel fordul, nem látni semmi mindféle bondot. Hát sajnos nincs mit mutatni. Nem megyek semmire. De sajnos van figyelmek így volt, az biztos. Ha nincs ígység, Maja a befelejzik. Itt már ugye fődje is rá. Milyen fő hangját halljuk. Fő megidéztem ilyen. Minden előnyűen felhasználható az ügyésztőn, de még nincs teljesen vége. Meg kell folytani az állat. Gondolkozni kell, ettől valamit nem mond el ott a hal. Tehát vissza kell emlékezni, hogy mit csinált. Lothárt akkor, a nyomozáskor. Na itt a gond, hogy két fotót kellett, hogy mutasson, nem egyet. Még egy valami másképp. Mit mondta? Hajlandó engedni egy újabb alatt. Látja bennem a keménységet. Ez tiszteli. És az is akarom tapusni. Hallgass! Hogyha az ügyésznő is egyetértett volna ezzel, akkor már igen veszteni. Thank you.
A sokkal dolog, amit látott. Ez is készítés kép. Egy, kettő, három, négy. Mata! Kettő fotó, ugye? Az a kérdés, hogy hol volt a másik fotó? Tehát hol a másik fotó? Szóval Vonka már elvette tőle. Nem akarta bemutatni. Valami, de eléggé mosul. Azt gondolta, hogy lényegtelen a kapukó. De akkor bemutatjuk. Na ez lenne az. De kell, hogy legyen benne valami kakuk tojás. Máskülben megmutatom. Biztosan észrevett benne valamit, ami nekem gyakorlás. Ja, már emlékszem. A B. B a helyes választás. Biztosnak kell benne, hogy ő nem bármája, hanem valaki más. Be kell bizonyítanom, hogy ez nem bármája, hanem valaki más. Azt mondja, puhány vagyok. Miért? Mert mosolyog. Van neki is egy fotó. Szóval kémkedett. Képes fog kémkedni a büntető centerbe. Szóval lebukott Miafé ezzel a idézéssel. Viszont egy ilyen fotó illegális. Szóval az idézés ezzel lelepleződött. Tehát nem lehet titokban tartani. Tehát nem lehetetlen, hogy nincs az idézés megtört. Főleg emiatt a fénykép. Elismeri, hogy ez illegális, de az nem volt a tevében, hogy megmutassa. De amikor megemlítette azt a channeling dolgot, ez úgy az övé lett.
Most az a kérdés, te tényleg Maya Fey volt, vagy nem? Na, azt már tudnám bizonyítani. Ennek az okát meg kell mutatnom. A kérdésre a válasz pedig itt van. Hát annál az újnál adna van a gondtől. Hogy nem látni semmit. És ez a fura. Valaminek ott kell lennie. Nincs ott a lyuk. Ezen viszont az ütőzékeny rajta volt, de ezen nincs. Most nyilvánvalóan ő nem lehetett Maya gyilkos. Már pedig egy ilyet éva miatt Veszinszka munkában bajban lenne. Csak hogy még nincs sok örülni. Még mindig mosolyog. Csak az a kérdés, hogy mikor volt látható az a lyuk. Most már nem veszíthetünk. A gyilkos aki más. Tehát nyilvánvalóan valaki más ölhette meg. Tehát az idézés nem történhetett meg. Tehát nyilvánvalóan már összeesküdött valaki. A gond csak az, hogy még mindig van szalomban hiba. Te sajnos ő mondta azt, hogy ketten voltak és be volt zárva az ajtó. Sajnos elismerte, hogy csak két embert látott. Vagy tudom bizonyítani, hogy ez elmondásos? Még van bizonytalanom kell, úgyhogy még tudok el van, hogy azt fog mondani. De van még egy bizonytalanom, amit bemutathatok. Tehát lehet, hogy blöffölni is kell itt.
Majátok elhasadta a szobát. Na, csak azt kell viszonyítani, hogy ez így. A bizonyíték pedig a kulcs. Igen, felismerte azt a kulcsot. Ez meglepte. Tehát ezzel a kulcsot bizonyítottam, hogy már általában elhagyhatta azt. Most már kezd érdekelni ezt, hogy hol találtam. Csak hogy ennek van egy lehetséges válasza, viszont ha nem szökött volna el a kamrába, akkor nem lenne nála az a kulcs. Így akkor lehetséges, hogy gyilkos valaki más. De persze nem biztos, hogy ez így van. Hogy már elhagyhatta. Van másról egy hiszű. Ezért ez részben bluff. Most nem tud egyelőre ítéletet hozni. Tehát ez még több nyomozást vesz igénybe. Nem fogja hagyni ennyit, biztos. Bármilyen le akar győzni. Tárgyalásba elkezdve. Igen, meglátta őt, hogy megidézte miát. Tehát ugyanaz a képessége van, mint neki. Hát, de egy kiadán képesség négy pont, egy fontos dolog. Mindig kell legyen egy másik is, aki ugyanarra képes. De biztos abban, hogy nem hagyotta a kamrát. És ő sem biztos, hogy látta a lányra, hogy lenne még egy gyilkos. De biztos, hogy több nyomozás fog igénybe menni. Csak most Tomás egy szóval. Folytatjuk. Két órával megcsináltam három részt. Mi is? Következő, hogy már nem kell visszamenni az ügyvédi irodába. Egy dolog biztos, az ő segítsége nélkül biztos nem tudom volna egy tárgyal jutni. Főleg, hogyha nem szűk kell erről a helyről.
majd per. Ami nagyon fájt neki, hogy az ügyésznő beszélt vele. Úgy is segedett vele, mint egy igazi gyilkosság. Szívesen beolvasna neki egyet. De ostorra. De egy dolog fontos, hogy perfect, senki nem bántja. A gyilkos. Megismerj Titi velem már is, hogy ő volt az egyik rivális. És úgy gondolom, hogy Franciszka von Karlan nem különb nála. Csak hogy nem tud eleget még. Most arra kell állni ki a gyilk. Kíváncsi van, hol találta azt a kulcsot? És ki kell rejteni az alibit? Hogy milyen alibije van? Szájlok. Két szájlokja van. Ha lebukott, hogy ő is titkova. És ezt ő is tudja. Tehát valami rosszat tehetett. Amit nem mer elmondani. Jaj, tényleg. Ezt is meg kell mutatni. Úgy hol találtam? Az égő kemencében találta. Hát ott volt, de ne, anya nem tud róla. Biztosan elfelekelte volna, úgyhogy rájön egy ott jár. Na ezért, kell megmutatni neki a kulcsot. Valaki ide rohan. Ezt a vizsgálat.
találta a kulcsot. Egy kis ruhadót talált, és vérfa ott van ott. Tehát ez egy fontos bizonyíték. Most az úrnak. Hoppá, hoppá. Vele kell beszélni. Az úrnak. Nézzétek, hogy néz ki. Ez hamisan van kirakva. Ez úgy, hogy I am. Hát ami fejsz áll meg, ennek kéne benne lennie. Ez a hagyomány volt. Tehát ez egy hagyományos urna lenne. De elég törékeny. Mi történt? Most ezt fel kell venni bizonyítéknak. Fura, hogy úgy vagyok, hogy álljam. Azt van betűzve. Most autó... kéne beszélni. De ki szájlókja van. Challenge chamber. Nézzétek, milyen ördögi módon néz a képre. Mintha valaki bosszút akarna állni. Ördögi tehet ezzel ki, amivel tönkre teheti a testvérét. Az animében itt. Viszont szidalmazna, hogy cső. Gyertünk a lány. Mi történt? Training. Hát biztosan tudunk, hogy a nő, hogy csak nőket szoktak kiképezni erre. Férjakat nem. Már megint a Misty Dog.
milyen utáni való. A mester. Neki is olyan gyenge képessége van ahhoz, hogy medium lehessen, de desvérének viszont, vagy a hugának nagyobb képessége van annál. Tizenhat éve, hogy eltűnt ő, Misty Fay. És nem tér, és a négy év múlva nem tér vissza, akkor már halottán nyilvánítják. Hivatalosan. Igen, ez a négy év előbb beszélt. És akkor egy új mester kell erre a helyre. De pontosan erre a 20 éve célhoztam. Most a büntetőcentrumba. Mai per. Nem bűnösítél. Hogy miért nem bűnös? Azért, mert te álmod volt. Amit nem lehet bizonyítani. Ha álmodott, az azt jelenti, hogy összeesküdtek elmet. Most előbb kitelelt volt az egész gyilkosság. De kérd is, hogy kiverte őt el? Vagy ki? Alibi-e. Tehát meg kell kérdezni tőle, mit titkol Pearl. Az, hogy valami gyomosítom Pearl. Ő aranyos. Hát nem oda, hogy gyomosítom, de van biztos, hogy rejtéget. És nem akar elmondani. Szóval... szereti a labdával játszani Pearl. Tehát meg kell találni a labdát. Hát a kedves szokott vele játszani, és ezt szoktuk visszatette a dobozba. Jött Lotta, és most elrohan előlem. Na várj csak, elkaplak.
Róla, róla. Tehát az egyik, amit átkenyzi, az ez a labda. Itt angol lenne kiírva, de itt japánul van szerintem. Itt rejtőzött a dobozban. Be tudott férni. De észrevett valami furcsa. Ebben itt lyukat is találtak. 20 cm és... puskabors ég is. Van rajta. Akkor menjünk vissza Pearlhöz. Tehát az alibi kell nekünk. Tehát... amikor azt mondja, hogy vitigvé, akkor bizony erre gondolt. Tehát itt japánul kell tudni, hogy meg tudjuk. De jó, meg kell jegyezni itt a térképeti jelírásokról van szó. Tehát biztosan erre helyre gondolunk. És mit csinált ottan? Labdázott. Egy szállók már feltölt. Tehát egyébként ismerjük, hogy labdázik. Történt valami. És ez történt. Le! Szóval öltötte el azt a urnát. Méghozzá ezzel a labdával. És viszont dühös lenne az anyját, hogyha valaki.
Vajon csak... Ami. Én tudom, hogy Ami úrna, de nem hasonlít erre. A jelből sem látható ez rendesen. Remélem, hogy... Helyes. Betűznie kéne az Ami nevét. Nem tudta rendesen visszaragasztani. De a jelek van, nagyon nem stimmeltek, ahogy észrevettem. Akkor is nem lehet ledagadni. Igen, ő törte el azt a urnát. Ezek kiszabadult, ami hambai. Tudta, hogy anya összeszi, elfenekeli. Talált ragasztót, és összeragasztotta. Csak hogy fogalma sem volt, hogy kell azt a pázlót kirakni. Tehát végig, ahogy látható itt is, egész végig dolgozott azon, hogy visszaragasztott, úgyhogy ne vegye észre senki, hogy tehát mindent be akart vetni, hogy úgy tegye, mintha mi sem történt volna. Azt kérjük, hogy mondja meg anyjának. Oké, akkor most kurány gülítsen. Beszélni Lotta Harttal. Mikor Phyllis már nem figyel Lottára. Mindig más nyilván az agya. Már kiderített valamit. Ez biztos. Na, majd például nagyon megbántotta már a fejt, ahogy viselkedett. Nem tudott uralkodni magán, amikor nagy hírekről volt szó. Kérnél, hogy bocsássak mindenki. Rendben. És akkor hajdó ingyen megosztani valami információ. Például a gyilkos. Már van gyakorlót vett észre.
azt gondolja, hogy Inimáni a gyilkos. Van bizonyos titkaink, ez egész biztos. Általában egy műtéten esett át a kórházba. Tehát a kórházba kell megkérdezem, hogy velem mit tudom. A cíne tovább kell mennem a kórházba. Tehát tőle kell információt leszerezni. Most be kell mutatnom a jelvényt. Így talán majd andó információkat adni. Meg kell mondani, hogy gyilkosság után nyomozok. És szerintem információt Inimáról. Megmondta, hogy ő nem igazi igazgató. Na akkor lássuk, mit mondasz. Inimáni. Egy komoly operáción esett, mert nagyon komoly sérüléseik voltak egy autóbaleset után. Szörnyen rossz sérülése volt. Bent rakett egy autóban, és egy sok ébresztette fel őt. Az arcát szinte alig lehetett felismerni.
operálás. Tehát ő operálta meg, hogy jól nézzen ki. És ne eltűnjenek a sérülés. Pontosan, és így nézek ki. Ilyen négy csinálta. De ez a licenc fotója. A baleset. Állítólag interjút adott arról a balesetről. Gyermeztette a testét. Nem megy az újságét, amit majd átad nekem. Kérlek fáradni, de nem állhatok. Fejezzem a hetedik jelírás kihívását. Oké. Akkor ezt kurán vélemény a következő. Viszi. Mert hogy a gonsz mobiltéről van, mit mondod? Igen, ez tudomás szerzett arról, hogy... Egy esély viszály van, de... Maga és Misty Faye között. És mindez azért, mert egy médium képesség miatt. És ő is tudott. És emiatt tört ki a... Inimány. Igen, hatos volt, ami lemenni a kórház. A mesteri fokozat. Magyar fej képesség a médiumhoz gyenge volt, de Misty Faye-nek erős volt. De az utódnak mindig a legidősebbnek kell lennie. És ez okozza a háborúskodást. Hogy aki fiatal, annak pehje van. Persze, hogyha Mia Faye versengedett volna, akkor Mia Faye-nek lenne pehje. Oké. Most pedig... Akkor mindig wave. Na, most lárultatlak. Na.
Ne. Most egy valósítok ilyen beszélnék. Valakinek a valósít élő. Tehát valás valaki, akik a balsit élők ilyen veszünk. Mikhozzá? A saját magáért. És jól tudom bizonyíti, hogy kell feltem. Még az áklépted. Várjál csak! De valósít előtt. Ami így valósít nem történhetett. Meg kell adni a licenc fotót. Jaj, nem ez az, mi vagyok, összekeverem. Ez a licenc fotó. Igen, de azt is meg kell tenni, hogy tudok az orvosi vizsgálatot. És a kivezetetet az mi máj. Igen, egyszerűen az autóba esetben. Ő is ült abban a kocsiban. Ki tudod szokni, de testvére nem élte túl. És az a vádolja, hogy Bimi Mai fájlasztotta folyton. És Grape vádolta meg emiatt. Oké, nem minden. Dr. Gray? Igen, a vádak. Dr. Gray. És öt okot a tessék.
Oké. Okay. Akkor nem jön is. Akkor azt gondolja, hogy el akarja vinni az anyját. Pedig ő az, aki el fog távozni ide. De abból mi sem sejt, hogy egyszer elhagyja ezt a helyet, különböző is, mert soha többé nem fog visszatérni. És tennünk kell róla, hogy ez így is legyen. Ő nem tér vissza többé egyre a helyet, mert meg se érdem. Tehát, ahogy egyszer innen elmegy, búcsút mondhat a szabadságát. Örök. Mutatna egy fejtet. Meg kell kifejezni a haragját. Most már kezd félni. De van, akkor menj ide. A beszélgetés nem fontos. Megint beszéltünk miával. Jó sok bizonyítékot gyűjtöttem, de még néhány dolog hiányos. Most meg kell tudom, mit így volt. Holnapi per. Na, hát igen, ezt meg kell nyitni. De előbb... Vagy várjunk csak? Kulény, semmi rintén, nyit. Ha egy biztos elmond, hogy csak elősnek kell lenni ahhoz, hogy irányítsunk így megidézett személy. Mert könnyen elolgalkozva rajta a harag és akkor veszélyt simán. Na, akkor bele elég bizonyítékot összegyűjtöttem, de még kevés, de ez még nem minden. Csak van néhány dolog, mi nincs tisztázva. Most nyissuk meg a három szájlókot. Tehát szerintek ki kéne gyorsítani a gyilkosság kapcsolatban. Az egyik az ő. Vagy hogy kit véd? Inkább kit véd? A saját gonosznak véd. De a nagy gonosznak lényének volt egy alibije. Nem volt bent a kamrában. És mitől lenne a gyanús?
következőt. Ez Maja ruhájából bizonyan elégette valaki. És lehet, hogy egységes ugyanott dénye tette ezt. Vagyis által, hogy gyilkosan ki... És nyilvánvalóan Morgan Fake gonosz. Azt kell bizonyítani, hogy ez tényleg Maja ruhájából van. Kérdése a válasz a kulcs. Az benne volt. Mikor elgették, akkor benne volt. Perfect a... Nem ilyen véggyanúsabb. Igen, itt volt benne a kulcs. Csak bizonyosan gyilkos ezt nem tudhatta. Benne felejtette a kulcsot. És ki lehet a gyilkos? Ő. Igen, ő lehet a gyilkos. Inimálni lenne a gyilkos. Morgan fel a fel. De nyilván összeesküdtek Maja Fake ellen valamiért. Nem a kérdés, olyan miért esküdtek egy össze így más el. Sajnos a probléma csak az a lemutatáshoz, hogy hiányzik a motív. Hogy miért tették? Tehát az a kérdés, hogy fogom kiléteni a motív. Hogy milyen szándékból tették. Összefüggés kell Morgan Fake és Inimálni között. Elég gyors vagyok, hogy 4 órán belül már meg vagyok. Mások 2 rész maradt. Most már nem veszíthetek. Felfelé közlé, hogy az anyja fog tanúskodni. Azt hiszi, hogy az ő oldalán fog majd állni. Csak hogy ez nem lesz egy jó hír.
azok, hogy idézzem még milyen, hogy ne tudja meg, hogy ne halljon semmit abból a dolgból, amit most fog elzajlani. Mert ha meghallja, nagyon sok dolgot fog várni rá. Hogy az anyja mennyire gonosz. Finisztátis Mia Fey kontra Franziska von Kahn. Védelem készen áll. Volt egy igazán szavaró. Hát most igazán véli ez. Így elhagyhatta a szóval. De hogyha ez így van, akkor biztosan más gyilkos. De sajnos ezzel nem ért egyet. Maga egy fejszavat fog biztosítani. Hát akkor most azt hazudja, hogy megszökhetette gyerően. És ezt nem említette még. Nem lesz könnyű kattan, az biztos. Igazán akarok venni a szavamat azzal, hogy egy dolog beszélt Mogherfé előtt, és ugye nem tudja hová tűnt. Csak felmentem a kérdés, hogy miért titkolta el? Erre azt állítanak. Sajnálja, csak nem akar még több változatot. Maga elég okos. Nem lesz könnyű lebuktatni.
Mata! Mata! Hát itt akarom azzal, hogy egy erős volt, tehát nem szokhatett előtte olyan könnyen. Csak hogy egy gyilkos. Nem tudom, a tiéd kérdésnek nem kéne benne lennie, hogy igen. És én nem tudom, melyikre gondol. Mata! Ja, most kellett, hogy ezt közöljön. Mata! Hogy beigazoljon, az igazából az csak úgy tud beigazolni, hogy van még egy szemtanú. Úgyhogy hagyom a fenébe ezt. Talán kérdezném, de nem. Minimálni következik, de ott már le kell. Gyilkosság után. Ah,
amikor megszökhetett Maya bizonyára összefuthatott Innivel. Küldhette vissza. Állítólag testvét alkoszott több minimálnyal. De ezt kell mutatni, hogy ez nem igaz. Hazudik. És nem mondja, mit mondod. Ez nem baleset volt. Dr. Gray akarta megölni. És ezért akart bosszút állni. Kettő, három, négy. Máta! Jaj, nem lett volna. Ez fontos, e? Igen, ez nagyon fontos. Köszön meg ott a képét. Csak melyikét is? Nem ez az. Nyelvját nem tudom melyik az. Ez lesz az. Remélem, hogy ez az. Ez egy béna hazugság volt. Egy normálisnak látta a ruháját, csak hogy ez nem. Csak hogy emiatt hazudott.
Van, vérfolt volt. Remélt elmondásos, amit mond. Az ilyesmi sosem normális, hogyha vérfolt van rajta. Gondolkodni. Hazugságot talál ki, viszont sötét volt és nehezen látta a vért. Nem jelent így normálisan. Azt hitte, hogy rózsaszín. El kell tenni, hogy gyerek itt hazudik. Komoly hazugság. Nem vagyok az elégedett. Kettő, három. Mata! Kérdés kell feltenni, hogy nem tart valami szokatlant? Amikor mentél a büdélyei színére? Press Harden. Nagyon fontos. Amikor ment a bőtély helyszínére, általában nem látott senkit. Na ebben már lebukott, hát ez elszólt arra. Iriai! Lehetetlen, hogy nem láttam volna senkit. De utána tudom neked perfect. Bárki, aki mindig vébe megy át, annak készre kellett volna venni a perfect. Hát a perfect nem vette volna ezt, akkor teljesen bak. Thank you.
most ott kell bizonyítani, hogy... hogy gondolkozik az. A kisebb válasz ez. Tudjátok, miért néz ki így az úrnak? Azért, mert Pearl eltörte. Mert pontosan itt át. Itt észre kellett volna, hogy vegye, hogyha... hogyha igazat mondana. De ez azt jelenti, hogy nem volt... nem volt az... Úgyhogy elszólta magát. Te egy mester, egy hazug vagy! Egy amit mond? Hát az... na azt nem! Elmódás van szavában, és ez bizonyára valomásában volt. Ha nem látod senkit, akkor... akkor bizonyára azért volt ez, mert nem ott volt, ahol kellett volna legyen. Akkor el kell mondani, hogy hol volt. Hogyha nem a side group-nál. Igen, máshol volt volna a képen. Tehát meg kell mondani, hogy hol. A kérdés a válasz itt van. A bűtény helyszín. Tehát a gyilkosság helyszín. De kérdés, hogy hová rejtőzött. Kérdés a válasz pontosan itt. A falira az mögött. Hát átnézhette a falira, de nem találtam.
de az nem is csoda. Most már is be kell bizonyítani. Hogy tényleg ott volt-e. Késavász itt van. Hoppá. Mi dobozt ma volt el? Még hogy nem félj meg. Dehogy nem. De ott a bizonyítékra. Mit tudom meg bizonyítani? Igen. A bizonyíték pedig biztos van ez. Vagy váljunk csak? Tudjátok mit? Ezt. Lyuk van benne. Húsz centiméter itt is, mint a fajraz. Mint ahogy a, itt is. Szóval ő, így kiderül, ő a gyilkos. Te magad, te vagy a gyilkos. Tehát direkt ott volt, hogy megölje. Megölje Dr. Gray-t. Tehát ez azt jelenti, hogy Inni-Mindy volt az igazi gyilkos. Ő itt rejtőzött arra. Azért, hogy kapjon lehetőséget arra, megölje Dr. Gray-t. Hát, de egy ember nem tudta volna ezt megoldani, hogy gyilkosság létrejöjjön. És de is igaza van ebben. Állj, hogy milyen össző! És azt mondjuk is más leostorod! De nem úgy értette, hogy nem igaz, hogy mondok. Én te gondolom. Neked volt egy bűntársad. Morgan Fay. Csak olyan valaki adhatta neki ezt a ruhát, aki... Kurány Village-ben van, és valaki, akinek képes elkészíteni azt, és az egyetlen, aki képes el, az Morgan Fay. És amikor hallották a lövést, akkor Morgan Fay kiűzött engem is, Lottát is, hogy hívjuk a rendőrséget. Idejen lehet, neki is tökéletesítettet gyilkosságot befejezni. Tehát Morgan Fay minden hibátlan majd pár helyen elszúrta. Szóval kell mondom, hogy történt.
már korábban is itt volt elrejtőzve. Malfate elaltatta, és kloroforma, és betette egy dobozba. De előtte leszúrta a Dr. Grayt, hogy így a dobozba tudja. Csak úgy történt valami, amire nem számít. A lövés. Dr. Grayt még vissza tudott támadni a készülés ellenében. És ő bizonyára az ujjánál találta el. Mert pánikba esett. És ez okozta, hogy lelőtte. És azon volt, hogy mindent Mayára kenjen. Szándékosan. Végt hagyta, hogy azokat a fudókat megy. Igen, erről beszélünk. Így hívjuk a sarokot. Valaki neved. Ez jelenti a neved is. De ezt nem hagyja ennyiben. A gond csak az, hogy ebből hiányzik egy apróság. Miért? Milyen szándékból akartam megtenni? Ez az, ami hiányzik. Annyira meg akartam volna, hogy Dr. Grayt, miért vár? Miért vár idáig? Hát, amit tudnék mutatni, egy másik. A gond csak az, hogy nem tudja bizonyítani, hogy vajon hogy tudtok, őt drogozta, mi majd itt bedrogozta. Na, nincs bizonyíték. Emiatt nem megfelelő az a szándék. Meg akartam volna jönni a problémát, hát eddig. Ennek mi meg kell adni a választ. Na, majdnem közel voltam. Hú. Thank you.
nem fogod megúszni, te büdös picsa. Most nem adhatjuk fel. Nem számít, hogy olyan miért csináltam. Van még mindig okkal történik. Erre még meg kell tudni a választ. Hajtó esélyt adni. Kossoly! Ez nem érdekel, hogy a kliense vagy se. Itt a tökéletesség érdekelte. Ez az egyik gyenge pontja Franciszka munkának. Már nyerhetett volna, hogyha... nem ad esélyt. Most 5 perc összejönnek ki. Oké, mindjárt végzünk. Egy pillanat. Igen, sokkal bizonyára, hogy Morgenfél. A felbújtó. Csak azt akarod tudni, miért?
az ügyésző beavatkozik. Hát elég felhegelt. Mit csinálja ezt? Azt gondolja az apja miatt. De mindjárt hogyan lenéz. De hogyha még kezd is, azt nem adja vissza az apádat. Jó, fejezzük be. Be kell mutatni e-mail. Kérdésre válasz, hogy baleset lehet. Első valamás. Igen, az autóbas tisztelőkkel. A sok ébesztette fel. Ő ki rossz. De a másik nem lehet úgy. Hogy ja persze! A vásárban megmond... Melyünk... Igen, a valomásában megmondta, hogy... Cseré... De... Nem csak van, nem van, nem világos. Fényszer megmondta neki, hogy cserélhettek volna nyugodtan helyet, de által mi nem engedhette meg neki. De majdnemben egy hazugság, mert egyrészt mert így nem volt meg a licenc. Csak egy ez a hazugság, emiatt. Idiári! Hogy hazugság. Itt volt a fotó. Itt oké, és az mikor kaphatta meg a licencét?
Viszont, szóval korábban megkaphatta. Így van, ebben van Olivier. Hú, már megint. Jeli bajsz. Kis pillanat. Megint ez ott. Én is. Áhú! Vagy ostós a pásban az áhú. Na, itt már minden eldől. Nem sokat érte az autó. Hát nem engedte volna meg, hogy vezessen egy új autót, mert ez így újfajta modell. A harmadik. Várjál. Igen. Mata! Most megemlíti, hogy brit kocsi. Volt neki egy brit kocsi. Mert emiatt van elmondás. Igen, plusz három. Na ez kell még. Most pedig vége van. Iliari! Most meg vagy végre. Ebben az újságban van egy érdekes. Egy brit kocsinál jobb oldalon van a vezetői ülés. A másik ülés pedig balról. Tehát ez fordított az amerikai kocsi szempontjából. Amiből világos, hogy jobb oldal Mimi Maini vezetette. Mimi Maini volt bal oldal. Most nyilvánvalóan aki most van nálunk, az volt a jobb oldali ülés. De ez a két is megváltozott. Hogy ki volt jobb oldal, azt kell megválaszolni,
plus mini mine. Nézzétek csak! Így most már két életem van. Fel kell fedni a kilétét. Tehát maximum csak egy rossz válaszom lehet. Tehát aki most itt áll közülünk, az Mimimine. Sajnálatos módon ez már nem igaz, ugyanis én már a baloldali részen volt. Tehát aki most itt áll előttünk, az egy 16-szoros gyilkos. 14 helytelenkezés, egy baleset és egy gyilkosság miatt. Most lebuktatunk egy 16-szoros gyilkos. Tehát az arcát megváltoztatta. De van még itt más is. Májának és Dr. Green az volt a terve, hogy megidézzék Mimimine szellemét, de ami lehetetlen volt, ugyanis életben volt. Szóval ez volt az oka, hogy meg kellett ölni a Greyt minden áron. A megidézés lemutatta volna mindenképpen, hiszen kiderült, hogy életben van. És Mimimine szellemét kellett volna megidézni az igazsághoz. Ezeket minden áron megalja a Dr. Greennek, hogy ne derjünk ki az igazság. Tudta erre, hogyha nem cselekszik, akkor neki annyi. Most. Úgy néz ki, hogy nyertem. Jó, erre már nincs is szükség. Ez azt jelenti, hogy már lebukott. Nem sajnálta, hogy megölte. Nagyon az útjában volt. Amit tett, az elvesztette a testvérét. Gondolta, hogy ha átszázza magát Mimimine-nak, akkor kezdhet egy új életet. Csak hogy Dr. Gray az útjába került. Nagyon pánikba esett emiatt. Amikor ezt megtudta, Morgan Fay kérte meg arra, hogy segítsen. És Morgan Fay hajlandó volt erre belevágni, mert valakitől meg akart szabadulni.
Tehát ezek idejött az is. Hogy ő okozta azt a 14 ember halálát. Ájda megpróbálta megadni magát, de nem sikerült. Gondolta, hogyha Inimanyag átszázza magát, akkor nem lepezzük be, hogy egy sorozatgyilkos. Mindenféle kifogás keresett, hogy csak hogy kibúvottáljon ebbe a veszélybe. Mert tudta előre, hogy börtönbe kell előre, emiatt a rossz kezelés miatt. Tehát aki a Dr. Ellen-i gyilkosát volt, akiben kitervelte, az Morgan Fay. És eléggé utálta azt az idézést. Na, ezzel bebizonyosodott a Maya Fey áltatlanság. Ők, hogy tökéletes vagy. Többé már nem vagy az. Na, ez most nagyon fog fájni. Au! Au, 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 au. Most aztán elájult. Hülye picsa, ezt megérdemelted. Hát öltönék még felépő, majd meghozza az ítéletet. Maya Fey, ítéletet. Mödzáj! Hetedik győzve. Tehát megérte a hetedik jelírás kihívást. Hát ez most elismerje, hogy nem ölt meg senki. Az csak egy állat volt. De mi szomorítja, hogy túl sok bajt okoz. Ezt elveszti a nővérét, aztán még a nagynényét. Most már arra kíváncsi, hogy miért árulta el a saját nagynényét.
És mi más lehet Dimitri megmutat? A kérdésre a válasz maga Pearl. Szóval nagy ingyen meg akart szabadulni tőle. Hogy a saját lánya legyen az új médium mester. Vagy gyakorlatilag az útjában volt. Tehát Morgan Fay soha nem szerette az unokahúgát. Ezzel még nincs vége. Ahogy mondtam, Kulánvérésben soha többé nem fog visszatérni a gonosz nagy. Pearl-ét csinált mindent. Semmit sem sajnált. Akár mondott róla, hogy nyilvánvaló, hogy Maya Fey iránt érzett gyűlölete, de főleg a húgaját érzett gyűlölete. Ezért akart megszabadulni tőle. Látható, hogy mennyire gonosz. És ő még vissza akar vágni neki. Nem hagyja, hogy ez majd ennyiben megúszza. Tehát a Trials and Tribulations-ben még visszatér, vagy visszavár. Úgyhogy most itt a vége. Legközelebb a 8. elírás kihívás majd akkor fogunk tartani, ha a The Great Ace Attorney Adventures-ből megcsináltam a harmadik, meg a negyedik részt. Utána tartom a Turner Bar Big Top-ot. Ennyi volt, ha tetszett, ne felejtsétek el feliratkozni is. Legközelebb jön a The Great Ace Attorney harmadik epizódja, végre felvettem a tudásomat Barok Van Ziggs-szel. Ennyi volt, sziasztok!